A trianoni békeszerződés megkötésének 101. évfordulójára emlékeztek meg Tarcalon június 4-én. Másodszor csatlakozott Tarca a községe a Magyar Cserkész Szövetséghez, aminek köszönhetően 20 óra 21 perckor fellobbant az összetartozás tüze, amit Butta László polgármester gyújtott meg. Az összetartozás tüzét a környező településeken élő polgármesterek egy időben meggyújtották, ezzel is fejet hajtva a trianoni emlék előtt. A község polgármestere Babics Mihály egy versét szavalta el. A község első embere beszédében hangsúlyozta, hogy hazánkat a Versailles-i kastélyban a nagyhatalmak önkényes döntésük után feldarabolták, a Nagy Magyarországot és ezzel hazánk lett a legnagyobb vesztes. A legnagyobb nyertesek a minket körbevevő országok voltak, hiszen a magyarság egyharmadát elvették tőlünk. Az eseményen elhangzott, hogy az elcsatolásokat követően nagyon sok honfitársunk nem vette fel az adott ország nemzetiségét, és a szerencsések átmenekültek Magyarországra. A magyarok, akik maradtak, rájuk egy nemzet büszke, hiszen vállalják nemzeti identitásukat. 2010-től az országgyűlés kinevezte június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává. A történelmi egyházak képviselői Poyák Péter görög katolikus parókus és Kovács Attila református lelkész imádsággal egészítették ki az ünnepi gondolatokat. A tarcali hagyományőrző népdalkör versekkel és dalokkal színesítette az eseményt. A rendezvény zárásaként az ünnepségen résztvevők közösen elénekelték a székely himnuszt. Ádáminé, Szűcs Ili két alkotását is megtekinthették a műsor után az érdeklődők.